20 éves diákok üzennek az ENSZ-nek a Hősök teréről. Mindenhol, ahol az amerikai katonák fegyvereseikkel megjelentek, szörnyűséget, vért és könnyeket hagytak maguk után. Azt kérik, hogy az ENSZ lépjen fel az Egyesült Államokkal szemben. A videót gyorsan eltávolították a YouTube-ról, az atlatsu.hu azonban megőrizte. Ők találták meg ezt a videót is, amelyen ugyanazt a szöveget a Katonatisztek Lányai nevű orosz ifjúsági szervezet aktivistái is elmondják. A Híradónak nyilatkozó politikai elemző szerint a szöveg tökéletesen beleillik a putyini propagandába. A Political Capital a pártok után most a civil szervezeteket vizsgálja, hogy kiderüljön, melyiknek van orosz kötődése. Azt mondják, az orosz propagandát terjesztő szervezetek jellemzően az ukrán válság idején jöttek létre. A Magyar Szociális Fórumnak is ez a béke mozgalma 2011 elején jött létre, ami egyáltalán az ukrán válságra reagált, és gyakorlatilag azokat az összeesküvés elméleteket, azokat az álláspontokat közvetítette, és közvetíti a mai napig, ami a Kreml érdekeinek megfelel. És egy NATO tagállamban NATO ellenes propagandát folytat. A Magyar Szociális Fórum vezetője gyakran megszólal hajléktalanok és szociálisan nehéz helyzetben lévők védelmében. A megfagyottak számára a kiadott közleményeiket a legnagyobb médiumok is átveszik. Emellett azonban egyre gyakrabban téma náluk Oroszország. Tegnap este? A szervezet vezetője az Orbán Viktornak küldött nyílt levelüket mutatja, amelyben azt kérik, magyar katonák ne vegyenek részt az Oroszország elleni NATO hadműveletekben. A honlapjuk szerint előadásokat is szerveznek. Az egyiken például az hangzott el, hogy az ukrán konfliktust az amerikaiak robbantották ki, hogy Oroszországot gyengítsék. Simó Endre tagadja, hogy ez orosz propaganda, szerinte ők csak békepártiak. Egyértelműen békepártiak. Nem Oroszország pártiak. Nem NATO pártiak. Békepártiak. A külpolitikai szakértő szerint Oroszország tudatosan építkezik a médiában és a civil szférában is. Egy nagyon tudatos, nagyon komoly és egyébként költséghatékony információs hadviselés zajlik, ami nem orosz specialitás, ők ebben nagyon ügyesek, és Európában nyilván hazai terepen vannak a kontinens keleti felén. Feledi Boton szerint a civil szervezeteken keresztüli propagandaterjesztés nem csak olcsó, hanem hatékony is, mert az emberek csak ritkán kérdőjelezik meg a civil szervezetek pozitív értékvállalását.